Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket a 157. energiapolitikai hétfő estét megkezdjük. Úgy látom, még kicsit kevesebben vagyunk, csak remélni lehet, hogy nem a tanácsköztársasági emlékművet koszorúzzák a távollévők, bár azt hiszem, hogy mintha felszámolták volna már azt az emlékművet. Komolyra fordítva a szót, csodálatos előadásban lesz részünk. Erre garancia előadónak a személye, akit szeretettel köszöntünk, Kimpián Aladár urat. Már másodszor van itt közöttünk, és már én megegyeztem vele, ha Isten engedésénk, akkor egy év múlva, tehát jövő tavasszal szintén fogunk találkozni, mert ő az a kiváló szakember, aki egyebek között azzal tölti a hasznos idejét, hogy számon tartja és földolgozza, hogy a világ más részein hogy néz ki az energetika. Ugye sokat szoktuk mi hivatkozni a sajtóban, is mindenki beszél, ugye korábban mindig csak nyugatról beszéltünk, most már keletről is esik szó, és ijesztegetjük egymást, hogy Kína, meg India, meg ez lesz, meg az lesz, de hogy hát egyáltalán ott tehénpásztorok laknak, vagy villany is van, és egyáltalán milyen színvonalban, vagy a világ másik részén milyen technikai alkotások vannak. Tehát ezeken az előadásokon nem annyira az energia filozófiáról beszélünk, hanem egy kicsit a valóságra kitekintünk a világra. Na, ez volt ennek az előadásnak a bevezetője. Ma is úgy lesz, mint szokott lenni, hogy mennyi diák van ki? 203 diák van mindössze, úgyhogy, de ezek élelem ott van, nem három napig, de valamennyi van. Tehát az a helyzet, hogy itt mostan itt ez egy mozi, ahol kapunk egy kis ízelítőt ebből, de hát nem lehet elmerülni a részletekbe. A végén legfeljebb arra lesz egy kis lehetőség, hogy valaki valami nagyon fontosat akar kérdezni, akkor azt megteheti. Na, akkor a hagyományos bevezető fog következni, tehát ha a hónap második hétfője, most épp a harmadik, mert ma az a kivételes helyzet van, hogy ugye a nemzeti ünnep miatt átrendezték egy kicsit a naptárat, tehát ha nem a harmadik, valami ilyen eset van, akkor a negyedik hétfő, akkor Empol hétfő, hát még azt hiszem van feladatunk, hogy az üres székeket is itten elfoglalják a reménybeli hallgatók még, tehát akinek van rá lehetősége, az ajánlja másoknak is a hírlevelek. Na most akkor mondom, hogy az asztalon, ha valaki nem vette volna észre, hogy mit lehet találni. Hát meg lehet találni a 34. hírlevelet, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmében. Aztán elmondom, hogy az első fél év hátralévő hétfői milyen előadások lesznek. Tehát ugye ma van, 21-e, már mondtam az előadást, akkor a címet mindjárt intézzük el. Tehát ma Brazíliába, Indiába és Kínába látogatunk el, hogy Kínába könnyebben eligazodjunk, itt van egy térkép is. Aki mondjuk a részletekre kíváncsi, az jöjjön, hogy ezt itt is lesse meg, majd csak úgy kilóra rámutatsz, hogy körülbelül merre járunk. Aztán április 11-én Bogár László professzor úr lesz közöttünk, ott aztán ugye az energetikának aztán a nagyon aktuális világpolitikai kérdéseivel foglalkozunk. Annyiban rendhagyó lesz, hogy ő nem szokott vetíteni mi nálunk az előadásait, de most fog, tehát egy kicsit őt átképezzük ilyen energetikus
Jézusnak is, és erről is számot fog itt adni. Aztán Fenyves Iván barátunk, aki hazatelepülőben van Dél-Afrikából, és ő egy nagyon szép előadást állított össze, ő lesz májusban, és júniusban Kacsó András pedig az erőmű fejlesztések kérdéséről fog beszélni. Tehát ezzel az első fél évi program itt van előttünk. A második fél év, ugye szeptemberben fog kezdődni, az a négy előadás még nincsen fixálva, de már tulajdonképpen, ha Isten engedésérünk, biztosítok mindenkit, hogy nagyon jó témák lesznek akkor is, sőt már, ha az egy év múlva tavaszi előadások is kezdenek körvonalazódni. Változatlanul biztatok mindenkit, ha valami olyasmi, hogy mondja el nekem, ha valamire gondolt, valami fontos témája van, ígérem, hogy abból nem következik az, hogy én azt teljesíteni is fogom, hanem minél többen ehhez hozzászólnak, akkor az annál jobb, mert nem nekem kell kitalálni. Most jön a kéregetés, tehát akinek van ilyen 1%-a, és úgy dönt, hogy nekünk adja, akkor itt vannak a paraméterek, de az asztalon van egy kis papír is, egy ilyen cédulát zsebre lehet tenni, aki kettőt viszont adja oda még valakinek, de olyannak, aki valamilyen módon kötődik hozzánk, az rendelkezzék ki. Ismét kitartunk. Még nincs kínának vége. Csak a térkép esetleg. Megint kitettük az asztalra azt a beadványt, amivel a társulat a Unióhoz fordult ebbe a kapsi hisztéria ügyébe, akinek még nincsen itt elteheti. Végül itt van az ellenzék és az atomenergia című cikk leírva, amely a magyar időkben jelent meg, aztán utána van itt az egyenlőbbek parancsa, ez egy, erre kérdeztek rá ezen a blogon, és hát ezeket mondtam. Na most van egy kicsit hosszabb anyag, ez a Kapuba jelent meg a Hias István barátunknak a cikke, amely egy nagyon komoly összefoglalás erről a úgynevezett klímaváltozásról és szén-dioxidról. A Kapu lehozta, és van reménység arra, hogy a Karcz rádióban egy hosszabb műsorban is majd erről a témáról fog beszélni Hias István barátunk. Na, ezeket mondtam el, hogy mit lehet az asztalon találni, és el is érkeztünk az előadáshoz.